hogy én is kicsit másod. Ha van-e határozza fogításod. Látom a távolsági buszról, hogy lépjél le. Persze ennek is van legalább 400 éve. Mennyi lépcső jött le azóta, mennyi nő. De úgy többet senki, mint akkor ő. Van egy beszorult mondat, beszorult mondat, bennem van egy beszorult mondat, beszorult mondat. Egy iszonyú beszorult mondat, bennem beszorult mondat, beszorult mondat. Beszorult mondat, bennem van egy beszorult mondat, beszorult mondat. Egy kurvára beszorult mondat, bennem. Sejtem, hogy ki lehetett, fogadjunk, nem vetted meg. Kérdezni tőle, hogy affinitása van-e, határoz veled. Mit mondta végül neki? Tetszettél vajon neki? Vagy csak a hiúságának hízeget a babababulom ki? Látom a gólyabába most is, hogy lépjél be. Holnap meg Las Vegasba érkezik a magángépe. Mennyi lépcső jött le azóta, mennyi nő. De úgy többet senki, mint akkor ő. Van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én. Épp eszembe ötlött megint egy újabb szerzemény. Mikor a lépcsőn szembe jött egy igencsak fullos hölgyemény. Most arra kérök, amint felérek, üzenjek valamit az Andrásnak. Kérdezem már meg, hogy van-e affinitása vele a táncra. Azt mondom, szólnék én neki, de lovim a tízig játszik. Mire ő azt mondja, nem az az Andris, hanem a másik.